Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Nem jöttek ki a tanárok az iskolaigazgatóval. Ősztől állami fenntartású lesz a Gerjeni Általános Iskola. Kampányítás. Bemutatták a Fidesz dombóvári polgármester jelöltjét. Klímaszezon. A túlzott használat betegségekhez vezethet. Múzeumok éjszakája a szekszárdi törvényszéken. Légvédelmi pince, szuperbiztonságos rabőrző, előadások, kiállítás. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Bemutatták az aktivistáknak Dombóvár új, a Fidesz-KDNP színeiben induló polgármester jelöltjét. Pintér Szilárd, a Kaposmenti Kistérségi Társaság elnöke, Csikós Töttős jelenlegi polgármestere. Az ötödik ciklusát kezdő polgármester azt mondta, célja, hogy Dombóvár olyan fejlődési pályára álljon, melyet régen megérdemel a város, erre azonban csak összefogással van esély. A mai nap kerül sor arra, hogy bemutassuk Pintér Szilárd polgármester urat, aki jelenleg is polgármester, Csikós Töttős polgármestere 21 év óta. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mutatta be az aktivistáknak a Fidesz-KDNP dombóvári polgármester jelöltjét. Azt mondta, olyan embert szerettek volna, aki személyében és felkészültségében is alkalmas arra, hogy Dombóvárt új fejlődési pályára állítsa. Egy olyan embert ajánlunk a figyelmükbe, ajánlunk arra, hogy majd az őszi választásokon a várost képviselje, illetve polgármesterként helytálljon, aki eddig is bizonyított, és reméljük azt, hogy új lehetőségek nyílnak meg az önkormányzat, illetve a város előtt a következő önkormányzati ciklusban. Pintér Szilárd azt mondta, 21 év tapasztalatával a háta mögött látja az esélyt arra, hogy Dombóváron megteremtődjön az összefogás, mely előre viszi a várost a fejlődésben. Mindenféleképpen Dombóváron szükség lenne egy új mentőállomásra, amelynek a megvalósításában már kaptam ígéretet. Egy járási tanúszoda megvalósítása szintén nagyon fontos lenne a térségbe, és azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan feladatok, amelyek természetesen Dombóváron túlmenően az egész járás életmódját, életvitelét meghatározzák, és életminőségjavulást tudnak hozni. Megválasztása esetén sokat kíván majd annak érdekében tenni, hogy ne legyenek olyan pólusok, amely egy 18 ezres kisváros mindennapjaiban lehetetlené teszi a normális közhangulat kialakítását, fogalmazott a polgármester jelölt. Elmérgesedett a Gerjeni Református Általános Iskola igazgatónője és a szülők, tanárok, településvezetés között a kapcsolat, ezért a leváltását kérték a fenntartótól. Ám a Tolnai Református Egyházmegye nem tett eleget kérésüknek. Ezért ősztől az iskola állami fenntartású lesz egy darabig, de a tanárok azt szeretnék, ha a pünkösdi egyház venné át az intézményt. Úgy tudjuk, az iskolaigazgató rugalmatlan, autokrata viselkedését elégelték meg a gerjeniek. És kérdezte, hogy minden rendben van-e. Azt nem mondtam, hogy nincs. Az egyik gerjeni vezető óvónő éppen azt a pillanatot idézi fel, amikor a település polgármestere rákérdezett, miért vannak áldatlan állapotok az óvodában. A pedagógus arcát a kérésére takartuk ki, mert mint fogalmazott, nem szeretné, ha még feszültebb lenne a hangulat a településen. Az óvónő azt mondta, a Gerjeni Református Általános Iskolához tartozik az intézményük is, így az iskola vezetőjétől várták, hogy rendezze a nyugdíjba vonuló vagy éppen felmondó óvónők pótlását, de elmondásuk szerint a vezető nem foglalkozott a munkaerő gondokkal. Ezért az óvodában 4 helyett 2 dolgoztak több mint fél évig, miközben a gyerekek száma egyre nőtt. Az egyik szülő elégelte meg a dolgot, és aláírásgyűjtésbe kezdett az iskola igazgatónőjének leváltásáért. A kezdeményezéshez az összes szülő, a tanári gárda és az önkormányzat is csatlakozott. Régebb óta szerettünk volna már egy progresszívebb, innovatívabb vezetést az iskola élére, amelyik hatékonyabban tud válaszolni a kihívásokra. A település polgármestere azt mondta, nem bírták tétlenül nézni, hogy a gerjeni 8 osztályos iskolai és az óvoda léte is veszélybe kerül az intézményvezető merev, rugalmatlan viselkedése miatt, ezért léptek. Romhányi Károly úgy véli, az intézmény népszerűsítéséhez másfajta szemléletre van szükség, amit az iskolaigazgató nem képviselt, ezért döntöttek a leváltása mellett.
akkor ezeket meg kell mutatni. Ennek látható jelei kellenek, hogy legyenek. Amikor nincsen és bezárkozik az intézmény, akkor pontosan ezek lesznek a következményei, hogy nem nő a gyereklétszám, egy csökkenő gyereklétszám, egy csökkenő spirálba kerül bele az egész. És én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell, hiszen most már elértünk arra a kritikus pontra, amikor még meg tudjuk fordítani ezt a folyamatot. A gerjeni református gyülekezet és a magyarországi pünkösdi egyház is jelentkezett az iskola működtetésére. Ám a tolnai református egyházmegye esperese továbbra is elzárkózott a vezetőváltástól. Ezért ősztől állami fenntartásba kerül az iskola, de a tanárok reményei szerint csak átmenetileg. A pünkösdi egyház május elején ugyanis megalakította a gerjeni kenesei általános iskolát. Ennek az engedélyeztetése van folyamatban a kormányhivatalnál. Ez azért lényeges, mondják az érintettek, mert az állami fenntartású iskoláknál 14 fős a minimum osztálylétszám, az egyházi iskoláknál nincs ilyen kritérium, így ha kevesebb gyerek is jár majd a gerjeni iskolába, akkor sem kell majd bezárni, vagy a felsős osztályokat megszüntetni. Kerestük a tolnai református egyházmegyét, illetve az iskola igazgatónőjét, de nem kívánták elmondani, miért alakult ki ez a helyzet Gerjenben. Szakmai vélekedés szerint a mostani kormányzati időszak végére, vagyis 2022-re egy számjegyű lehet a személyi jövedelemadó. Ez azt jelenteni, hogy az SZIA jelenleg 15%-os kulcsa 9%-osra vagy még kisebbre változna, írja a Magyar Nemzet. A legalább 700 milliárdos adócsökkentés visszavethetné a fekete foglalkoztatást, miközben pénzt hagyna 5 millió adófizetőnél. Az érvek mellett ellenérvek is akadnak, például, hogy ez a módosítás szolgálná leginkább a gazdaság érdekeit, s lenne rá elég állami fedezet. Folyik a civilház felújítása Tolnamözsön. Az Összefogás Tolnáért helyi akciócsoportja által nyert pályázatból nem csak itt, hanem Tolnán is újjáépül a közösségek háza, s emellett két játszótér korszerűsítése is jut majd forrás. Miután egy teljes alálapozást kellett végeznünk, ami azt jelentette, hogy itt 2 méter mélyre le kellett ásunk, egy teljes vasbetongerendát kapott az épület, és ezáltal megszűntek a korábban épületen található igen nagy repedések. Mutatja a kivitelező cég képviselője, hogyan stabilizálták a mözsi civilház épületét. Bár korábban is próbálták az állagát védeni, sosem volt annyi pénz, hogy igazából megvédjék és korszerűsítsék az épületet, amely helyi védelem alatt áll. Az idők folyamán a ház megsüllyedt, és jelentős károk keletkeztek az építményben. Az Összefogás Tolnáért helyi akciócsoportjának sikeres pályázata adott lehetőséget a megújításra. 55,5 millió forint összegű projekt, ebben kizárólag a mözsi civilház felújítása szerepel. Pályázat egyébként a tolnai civilház és két további játszótér megújítását is tartalmazta. A mözsiek háza az elkészülte után több funkciót is ellát majd. A német szoba vissza fog kerülni, az a bizonyos Varga András féle hagyaték, ez az úr írta mösközség történetét, és ő ránk hagyományozott egy elég jelentős könyvgyűjteményt, ez is itt kerül majd elhelyezésre. És nyilván azt a civil funkciót is betölti, civil egyesületek itt tudnak programokat szervezni, és itt találnak otthont maguknak. A napokban kerül átadásra a település új játszótere is a Dobótéren, mely ugyancsak ennek a pályázatnak köszönheti meg újítását. A gyümölcsösökben néhány ezer hektáron okozott károkat a legutóbbi vihar, a jelentősebb zöldségtermesztő körzetekben azonban szerencsére kisebb mértékben pusztított. A Dunától keletre azonban a nagy mennyiségű eső miatt intenzívebb növényvédelemre, így magasabb költségekre számíthatnak a termesztők, közölte a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. Apáti Ferenc szerint a legjelentősebb zöldségtermesztő körzetekben országos viszonylatban is jelentős terméskiesést okozó jégverés nem volt, ugyanakkor, ahol 40-70 mm csapadék esett, ott a meleg, párás időjárás növeli a gombafertőzés veszélyét és minőségi veszteségeket okozhat. A nagy hőség miatt egyre többen alkalmaznak otthonukban klímaberendezéseket. A berendezések karbantartásához, tisztításához szakemberek segítsége kell, a klímaszerelők viszont a nyár beköszöntével telítettek. A túlzott klímahasználatnak azonban súlyos következményei lehetnek, figyelmeztetnek a házi orvosok, könnyen súlyosan megbetegedhet az, aki nem figyel oda a helyes használatra. Június első heteivel beköszöntött a hőség Magyarországra. Tolna megyében sem volt ez másképp, a hőmérséklet Szekszárdon már elérte a 35 fokot is. Volt, aki árnyékba húzódott a meleg elől, vagy fagyival próbálta hűteni magát.
Az időjárás viszontagságait azonban ilyenkor nem csak az utcán, hanem a lakásokban is nehéz elviselni. Egyre többen telepítenek klímaberendezést az otthonukba, hogy hűtsék magukat, azonban kevés az a szakember, akinek erre szabad időpontja van, mondja egy klímaszerelő. Az első meleg nap két hete beütött, és azóta non-stop csörög a telefonja minden egyes klímaszerelőnek. Mindenkinek most kell pillanatokon belül klíma, mert ugye a palen lakásokban 40-50 fokok is repkedhetnek a mennyezet magasságába, födémek magasságába, és igazából nem tudunk sajnos mindenhova odaérni, kevés egy kicsit szerintem a kapacitás is erre. A túlzott klímahasználatnak azonban komoly következményei lehetnek. Erre egy házi orvos hívta fel stábunk figyelmét, aki kiemelte, mindig egy szakember segítségét kell kérni a karbantartáshoz, mert ha ez elmulasztásra kerül, különböző baktériumok üthetik fel a fejüket a klímarendszerekben. Elszaporodhatnak olyan porokozók magában a klímában, amelyet használat közben szétszór aerozol formájában, és sajnálatos módon akkor bekerülhet az emberi szervezetbe, és betegséget okozhat, elsősorban a tüdőben, nevezetesen tüdőgyulladást, amely akár halálos is lehet. A háziorvos azt tanácsolja, nem szabad túlzásba vinni a berendezések használatát. A lakásokban a kinti hőmérséklethez képest 10 fok különbség még nem okoz megbetegedést. Ám ha ennél nagyobb az eltérés a kinti és a benti hőmérséklet között, a túlzott klímahasználat könnyen megfázásos, arcüreg vagy tüdőgyulladásos esetekhez vezethet. Légvédelmi pince Szekszárd központjában és szuperbiztonságos rabőrző. Egyebek mellett ezeket is megnézhetik majd azok, akik ellátogatnak a szekszárdi törvényszékre szombaton délután vagy este. A törvényszék ugyanis csatlakozott a Múzeumok Éjszakája nevű országos ismeretterjesztő programsorozathoz. A bíróság szakemberei már hetek óta készülnek a szombati napra. Ez egy tűzbiztos ajtó, a szekszárdi törvényszék alagsorában járunk. A tűz és bombabiztos ajtóval elzárt alagsori folyosón is végigmehetnek azok, akik szombaton ellátogatnak a szekszárdi törvényszékre a Múzeumok Éjszakája program sorozat keretében. Az épület alatt egy légvédelmi pince húzódik, érdekes a civilek elől elzárt termekkel, mint például az úgynevezett titokszoba. Ezek olyan ügyek, amelyeket azért kell ebben a titkos szobában intézni, hogy nehogy kiderüljön, hogy itt mi történik, hackerek vagy esetleg bárki ne tudja az adatokat elcsempészni. A bírósági tárlatvezetés és a programsorozata a törvényszék alagsorában kezdődik majd, innen elindulva lehet az egész épületet bejárni. Lehet egy pár percet eltölteni a rabőrzőben, ez egy rácsos helyiség, a tárgyalások előtt a rabokat itt különítjük el, hát aki szeretne, még akár fotózkodhat is a rácsok mögött, amennyiben erre igény van. Aztán végül felmegyünk a második emeletre, ahol a könyvtárteremben berendeztünk egy bíróság történeti kiállítást. Nagyon régi írógépek, pecsétnyomók, könyvek, kódexek vannak benne. Nem csak a szekszárdi törvényszék legérdekesebb részeit és a bíróság történeti kiállítást nézhetik meg a vendégek. Két előadással is készülnek a bírók. Az egyik arról szól majd, hogy vannak olyan popzenei slágerek, amik hemzsegnek a bűncselekményekkel kapcsolatos utalásoktól, a másik előadás pedig a bíróság épületének történetét mutatja be. Az ezt előadó bíró azt mondja, őt is meglepte több dolog, miközben készült a szombati programra. Meglepett, amikor arról kezdtünk el gondolkodni, hogy bemutatjuk a szekszárdi törvényszék épülete végül is, hogy került ide a Béla térre, mert hát amennyire egyértelműnek látszik ez ma, bizony nem volt annyira egyértelmű korábban. A szekszárdi törvényszék Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programjai teljesen ingyenesek lesznek. Ahhoz, hogy valaki részt vehessen rajtuk, csak előzetesen regisztrálnia kell a törvényszék internetes honlapján. Regionális híreink következnek. Naperőmű épül Kaposváron. A zöld várossá válást segíti a 32 milliárdos beruházás. Átalakul a déli ipari park Pécsen. Nagy beruházó miatt tervezik át a létesítményt. Rengeteg a szúnyog a Balatonon. Soron kívüli irtást rendeltek el. ...32 milliárd forintból Közép-Európa legnagyobb naperőműve épül meg a Somogyi megyeszékhelyen. Az ünnepélyes alapkőletételen Szita Károly polgármester kiemelte, a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy Kaposvár 2030-ra a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érje el. A 100 megawatt teljesítményű létesítmény már idén elkészülhet.
Sokan nem sejtik még ennek a beruházásnak a jelentőségét, fogalmazott Szita Károly polgármester az ünnepélyes alapkőletételen. Ugyanakkor a kaposváriak számára nagy ünnep ez a mai alkalom, és fontos az is, tette hozzá a városvezető, hogy a fejlesztés egy olyan városban valósul meg, ahol a környezetvédelemért elkötelezett emberek élnek. Nem csupán arról van szó, hogy létrejön egy olyan telep, amely tiszta forrásból, a nap erejéből képes kielégíteni egy 50 000-es város teljes villamos energia igényét. Az a tény, hogy a kínai és a magyar állam éppen városunkat tartja legalkalmasabbnak erre a fejlesztésre, az nem csupán a kiváló éghajlati viszonyoknak köszönhető. A kaposváriak több mint egy évtizede határozták el, hogy zöld várost építenek. A cél pedig nem kisebb, mint hogy 2030-ra a megújuló energiák használatával a lehető legnagyobb energiafüggetlenséget érjék el, hangsúlyozta Szita Károly. A beruházás több szempontból is mérföldkövet jelent, ezt már Palkovics László miniszter mondta ünnepi köszöntőjében. A tárcavezető szerint a most épülő naperőműpark támogatja Magyarország klímapolitikai céljait is. A második nagyon fontos jelentőség ennek a mai eseménynek, hogy ez az erőmű hozzájárul a kiegyensúlyozott, fenntartható magyar energiamix előállításához, és nem utolsó sorban hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország energiabiztonsága garantált legyen. A miniszter hozzátette, Magyarországon jelenleg 700 megawatt energiát állítanak elő megújuló forrásokból. A cél az, hogy 2022-re ez már 2700, míg 2030-ra 7000 megawatt legyen. Ruan Guang, a beruházó kínai állami cég elnöke kiemelte, a kaposvári naperőmű 130 millió kilowatt energiát termel majd meg, amelyet ha szénnel állítanának elő, akkor a 130 ezer tonna széndioxid kibocsátásával és számos további környezetkárosító hatással járna. Hozzátette, amennyire lehetséges, magyar cégeket foglalkoztatnak a kivitelezés során. A fejlesztés még az idén elkészülhet. A pécsi déli ipari parkba tervezett üzemcsarnok, illetve a terület terveit derült ki az önkormányzat jogi bizottságának ülésén. Erre azért van szükség, mert egy nagy beruházót várnak ide, akinek a neve még üzleti titok, mondja a bizottság elnöke. Erb József szerint a helyzet egy-két napon belül megváltozik, ugyanis hivatalosan is bejelentik az érkezését, és szerződést kötnek a céggel a kormányzat és a város képviselői Budapesten. Üzemcsarnokot épít, és azt ajánlja ki a befektetőknek a pécsi önkormányzat a déli ipari parkban, ez volt a korábbi terv. Azonban ezt meg kell változtatni egy nagy befektető miatt, mondja a Városi Jogi és Ügyrendi Bizottságának elnöke keddi ülésükön. Ennek a konkrét miben létét én még most nem mondhatom el, mert ez titok, meg a beruházónak a neve is még titok, mivel még nincs aláírva a szerződés Budapesten, beruházóval, meg a magyar kormány között nyilvánvaló. Addig ezt én sem nevezhetem nevén, de reméljük, hogy egy-két napon belül ez meg fog történni. Erb József azt mondja, több száz fős munkahelyteremtést jelent a beruházó megjelenése, valamint olyan mértékű iparűzési adóbevételt, ami egyenesbe hozhatja Pécs költségvetését a következő években. Lezárult a pécsi uránvárosi szakrendelő felújításának első üteme. Az épület egy része szépült meg, amit hamarosan követ egy második ütem. Ebben a rendelőintézet energetikai fejlesztését végzik el. Az első ütemben 170 millióból, a másodikban 400 millióból valósul meg az egészségügyi intézmény korszerűsítése. Új nyílászárók, burkolatok, újrafestett falak, megújult az uránvárosi rendelőintézet épületének egy része. Kedden zárult az első üteme a beruházásnak. Több mint 170 millió forintból 11 szakrendelőt újítottunk föl, több mint 650 négyzetméter felületet újítottunk meg itt a rendelőintézetbe. Azt mondhatjuk, hogy a rendelőintézet történetében 1970-ben épült ez az intézmény, ilyen mértékű felújítás nem volt. Megújult a mammográfia, a nőgyógyászat, a szemészet és az ideggyógyászat szakrendelése. Ez egy körzeti orvosi rendelő, jól látszik, hogy az alapellátást végző épület részre is ráfér a felújítás. Ezt saját forrásból teszi meg a pécsi önkormányzat. Az épületben található háziorvosi rendelőkerülnek felújítása, ezáltal 10 000 embernek az ellátása történik majd jobb körülmények között, illetve napi szinten azoknak a háziorvosoknak, a szakszemélyzetének a munkája válik napi szinten
élhetőbbé jogkörülmények között, akik itt rendelnek a házban. Ez a munka nyáron indulhat. Közben a teljes rendelő felújításának második üteme szintén megkezdődik. Energetikai fejlesztést hajtanak végre a Veres Endre úti épületben 400 millió forintból. Soron kívüli szúnyogírtást rendeltek el a Balatonnál. Az ismételt kémiai védekezésre azért van szükség, mert a csapadékos május miatt rengeteg szúnyoglárva kelt ki, lehetetlenné téve a tóparti pihenést, az esti szabad programokat. Folyamatosan támadnak a vérszívók a Balatonnál. A tóparti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség ezért is döntött az újabb kémiai gyérítés mellett. Ugyanakkor az idei évben ez már a negyedik gyérítés lesz a tó környékén, amelyre ez idáig nem volt példa. Nem emlékszem rá, hogy valaha is június közepéig 4 szúnyoggyérítés lett volna a térségbe. Ez azért volt most szükséges elsősorban, mivel már is nagyon csapadékos volt. Így a Balaton környékén a vízborította tenyészhelyek rengeteg szúnyog kelt ki, rengeteg szúnyog lárva kelt ki, és ennek eredményeképpen vannak olyan település részek itt a Balatonnál, ahol érezhetően már kellemetlen a szúnyogszűpések mennyisége. Ez pedig turisztikai szempontból mindenképpen hátrányos lenne, és ezt szeretnék elkerülni a tóparti települések önkormányzatai is. Az idei évben éppen ezért több pénzt is áldoztak költségvetésükből szúnyoggyérítésre, hiszen, mint mondják, hiába a programok, a rengeteg szolgáltatás, ha sok a szúnyog, a vendégek inkább odébb állnak. Itt az esti órákban egyébként a szúnyogoktól nem lehetnek ülni sem a teraszon, sem pedig egy kellemes sétát a Balatonparton, főleg a Nádosok környékén. Én azt hiszem, hogy a szúnyogírtás nélkül elviselhetetlen lenne a balatoni nyári este. A polgármester azt mondja, ha kell, még plusz forrást is biztosítanak annak érdekében, hogy csökkenjen a vérszívók száma a térségben. Bár a 47 tóparti település már idáig is a gyérítések költségének 50%-át, mintegy 60 millió forintot biztosított erre a célra. Az újabb, immár negyedik írtást ma kezdték el. Összesen 6400 hektárnyi terület permetezését tervezik, a szakemberek 4 napot jelöltek ki az időjárás függvényében. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Nem jöttek ki a tanárok az iskolaigazgatóval. Ősztől állami fenntartású lesz a Gerjeni Általános Iskola. Kampányítás. Bemutatták a Fidesz dombóvári polgármester jelöltjét. Klímaszezon. A túlzott használat betegségekhez vezethet. Múzeumok éjszakája a szekszárdi törvényszéken. Légvédelmi pince, szuperbiztonságos rabőrző, előadások, kiállítás. Csütörtökön a szerdainál valamivel kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Folytatódik azonban a füllett, meleg idő. A nyári napsütést továbbra is erőteljes gomoly felhőképződés zavarhatja meg, amiből szorványosan frissítő záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Viszontlátásra!